Az MSZP szerint nincs helye a közéletben Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek. A Népszabadság birtokába került ugyanis több olyan céges dokumentum, amelyeket a fideszes politikus ügyvédként ellenjegyzett, miközben a cég kültagjaként ő maga írta alá. Ezzel pedig védhetett az ügyvédi kamara etikai szabályzata ellen. Sesták Miklós Kisvárdán egy betéti társaságban volt kültag 1998 és 2001 között. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke szerint, ha valaki ilyet tesz, az valóban vét a szabályzat ellen. Jegyzőkönyv 2001-ből. A három aláíró közül az egyik Sesták Miklós kültag. Jobbra a dokumentum szélén a pecsét, ellenjegyezte Sesták Miklós ügyvéd. De ez csak egy azok közül az iratok közül, amelyek a Népszabadság birtokába kerültek. Az újság székházában vettük fel ezeket. A Magyar Ügyvédi Kamara szabályzata szerint az ügyvéd nem szerkesztheti és ellenjegyzésével nem láthatja el azt a szerződést, amelyben ő maga szerződő fél. Hogyha valaki így jár el, hogy ő is ellenjegyzi azt a papírt, amit ő ír alá. Arról mit lehet mondani, hogy vétett az etikai szabályokkal? Hát erről azt lehet mondani, hogy vétett a szabályokkal szemben. Ugye az egyik következménye az lehet, és hát ez tulajdonképpen ami a kamara hatáskörébe tartozik, hogyha a kamara tudomására jut a jelzett elkövetéstől számított 3 éven belül, akkor lefolytat egy vizsgálatot. Ha pedig megállapítja, hogy az ügyvéd vétett a szabályok ellen, akkor általában pénzbírságot szab ki. Az utolsó ilyen papír 2003-as, tehát már elévült. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleményben reagált, eszerint Sesták Miklós jóhiszeműen a másik tag kifejezett kérésére járt el így, hogy egyszerűbb legyen az ügymenet. Az MSZP szerint Sesták Miklósnak nincs helye a közéletben. Az, hogy Sesták Miklós most egy újabb ügybe keveredett, hogy etikai vétség gyanújába került, ez már csak habatortán. Azt gondolom, hogy Sesták Miklósnak már akkor le kellett volna mondani, amikor kiderült az, hogy több száz cég eltüntetésében játszott szerepet. Mint korábban beszámoltunk róla, Sesták Miklós 2001 és 2003 között ügyvédként részt vett több száz olyan cég megalapításában, amelyek jelentős köztartozást halmoztak fel, majd megszűntek. Például ebbe az egyetlen kisvárdai épületbe 550 céget jegyeztek be. Tulajdonosaik általában oroszok és ukránok voltak. A jelenlegi nemzeti fejlesztési miniszter híradónknak korábban azt mondta, ügyvédként a cégek alapításánál szabályosan járt el. Onnantól kezdve a cégnek mi lett a sorsa, az azt gondolom, hogy súlytalan. Az Együtt PM már korábban feljelentést tett ebben az ügyben az ügyészségen.